kevesebbet kellene dolgozni. Tudom, hogy nagyon az idő az borzalmas, és igen, 12 óra munka után már nagyon nehéz szépen rendbehozni magunkat, megfürödni, megvenni, szörnyű dolgot mondok, de meg kell venni azokat a gyönyörű hálóingeket, csipkekombinékat, azokat a szexuális játékokat, vagy videókat, amit a férfiakat, vagy talán önt is felizgatja. Ha sétál valahol a férjével, és észrevesz, hogy ön mondjuk egy fekete hajú nő, és a férje megfordul egy nagyon szép szőke felé, akkor vegyen egy parókát. Egyik este, egy szombat este tegye föl, fesse ki magát úgy, ahogy emlékszik, az a hölgy volt kifestve. Öltözködjön úgy arra az egyre. Tehát a fantáziáját a férjének keltse fel. És hát ilyet lehet mondani, ezt mindenhol a világon háziasszonyok járnak a hölgyprostituáltokhoz, és hát járnak a fiúkhoz is, és meg kell tanulni azokat a szexuális játékokat, előjátékokat, középjátékokat, utójátékokat, amit mi nyújtunk, illetve egy hölgyprostituált nyújt a férjének, és akkor biztos vagyok benne, hogy nem fog elmenni. Tehát mindig meg kell újoldni, belül is és kívül is. És te, Béla, mint férfi? Hát én most érdeklődéssel hallgattam a dolgot, és hogy mondjam, magam számára is megvan az üzenete, majd otthon is elmondok egy-két dolgot belőle. És Maria, mint sokat dolgozó hölgy a körünkben. Nekem csak két gyerekem van, és ritkán szoktam ilyen tanácsokért házon kívülre fordulni, de minden esetre ezt a csipkés kombinés dolgot majd meg fogom próbálni. Ennyit tudunk mondani, köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Nektek köszönöm, hogy eljöttetek ma este, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Ennyi volt a Hívd Andrát mára. Jó éjszakát kívánok! Képeket. Fotók. Jó, aztán pedig majd gyertek le majd fotózásra majd később, meg szóljál be, az első két felkompot újra kell venni. Jó? De hallod a fülesen? Igen, már csak egy kis figyelmet. De a kamerára meg. Jó. Jó. Most felveszük az én első konfomat, de arra kérlek titeket, hogy titeket veszünk alatta. Tehát, hogy mindenki... Jó, hát nézzük. Mi már jó, szabadok vagyunk, ugye? Ne, nem, Ádám, maradj a helyeden. Tessék? Hát gondolom átjavítottátok, nem? Hát azt most már akkor majd... Nem, az egy sötvet fölvesszük. Az nem jó most már, azt ne javítsuk. De ezt miért nem javítottátok ki alatt? Ezt nem mosszátok meg. Kijavítottuk, illetve hát lettek javítva a dolgok, csak az úgy látszik nem tűnt fel a szerkesztőnek, miután ő saját maga írta azt úgy. Jó, oké, és akkor... És te jóvá hagyta, de oké, akkor nem menjük, akkor elmondom újra előről, jó. Kicsit másképp, jó? Oké. Na, Andris? Nem a vágóképeket, miközben akkor volt a stúdióban a jövésmenés, hogy nem nagyon sikerült meg hasznosak közülteni. Ezt itt hagyod velünk, ugye? Jó, figyelj, ezt fölveszünk utána, jó? Nem mondtam. Te tudtál magyarul, amikor ide jöttél? Teljesen sem. Mert igen, első, jó? Nagyon felszínes vagyok. Állj. Oké. Okay.
Jó. Nem. Hát beteszem a kezembe, mert ott volt, azt hiszem. Ugye? Szép sárgak át. Jó, mehet. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szenes Andrea vagyok, itt a Hívd Andreát, Magyarország beszélget. Ma este egy vitathatatlanul létező, ám bátor, mégis kényesnek számító témával foglalkozunk, a prostitúcióval. Nagyobb városok terein és főutakon járva nap mint nap szembe találkozhatunk a legősibb szakma képviselőivel. És világszerte is egyre több embert érint ez a jelenség, és ha hiszik, ha nem, nem csak nőket. Ugyanis a statisztikák szerint kétszer annyi férfi prostituált van, mint nő. Az erősebb nemet képviseli itt a stúdióban Ádám, aki pedagógusnak készül, de nem tudott ellenállni a fővárosi levegőben a könnyű pénzkeresetnek. Szilvia nővér apáca, a Jópásztor nővérrend tagja, aki úgy döntött, hogy prostituáltakkal fog foglalkozni. Dr. Kránic Marian kriminológus jogász, a prostitúció nagy jogi szakértője, és Csécsei Béla, a 8. kerület polgármestere. Önök pedig kérem, hívjanak minket, meséljék el élményeiket, mondják el véleményüket, és bármilyen egyéb hozzászólásukat is műsorunkhoz. Jó, köszönjük, akkor a kettes. Maradjatok még, a második alatt is veszünk titeket, jó? Szóval próbáljatok meg reagálni, különösképpen, amikor a neveteket említem. Jó? Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szenes Andrea vagyok itt, a Hívd Andreát, Magyarország beszélget. Mai témánk az ősi mesterség, a prostitúció. Kingsley Davis, a híres prostitúciókutató kecsern és humorral mondta, hogy nem azon kell csodálkoznunk, hogy olyan sokan prostituálódnak, hanem azon, hogy ennyire kevesen. Velünk van itt a stúdióban Ádám, a férfi prostituált, aki régi motorosnak számít a szakmában, Szilvia nővér, aki eredetileg építészmérnöknek készült, de volt egy különös élménye Jézus Krisztussal, és ezek után a lányok válságának enyhítésének szentelte életét, dr. Kránic Marian jogász és kriminológus, és Csécsei Béla, a Józsefváros polgármestere. Jó. Az nem baj, az belefér, én szoktam alzni. Hm?